Most jön egy igazi téli mese, húsvér szereplőkkel egy Barcelonában élő szombathelyi fiatalember és egy szombathelyi család első találkozásának lehetnek szemtanúi, akikben közös a sport szeretete és egy jótékonysági akció hozta őket össze. A szombathelyen élő hétfős báncsalád különleges pillanatai ezek, egy különleges napon, egy különleges jótékonysági akció keretén belül. És hogy ki az, aki segített ezen a nehéz sorsú családon, és hogy ki az, aki Lionel Messi, illetve Andrés Iniesta dedikált mezeivel tette szebbé a báncsalád életét, hamarosan kiderül. De előbb ismerjék meg a héttagú báncsaládot. László és felesége Krisztina 5 gyermeket nevelnek. Feleségemmel közel 20 éve vagyunk házasok. Itt Szombathelyen ismerkedtünk meg, bár ő dunaújvárosi. 5 gyermekem van nekem, 6 éves a legkisebb, és 17 éves lesz a legnagyobb. A gyerekek mindegyike kötődik valamilyen sportákhoz, most éppen úszóedzésére kísérték el a középső 13 éves Mátét. Az autista fiúval Krisztián Nóra gyógytestnevelő foglalkozik a szombathelyi úszodában. László és Krisztina legnagyobb gyermeke, a 16 éves Christopher informatikát tanul, jó tanuló, jó sportoló, évek óta rendszeresen focizik. 15 éves lányuk Simonetta is középiskolai tanuló. 2 éve a füle mögött daganatot találtak, amelyet megműtöttek, jelenleg tünetmentes. Simonetta imád kosárlabdázni. A 10 éves Dominik szintén autista, imádja Messit és Ronaldót. A tornásznak készülő 6 éves Gréta súlyosan lisztérzékeny, a szigorú diéta betartása kötelező számára. Mátét az egész család támogatja szenvedélyében, az úszásban. Krisztián Nóra 2014 óta foglalkozik a tehetséges fiúval. Ő más, mint a többi autista, tehát ővel elég nehéz felvenni a kontaktust, a kapcsolatot. 14-15-ös tanévben akkor tanult meg a Máté, egy tanév alatt 3 úszás nemben, tehát ez meglepően gyors volt ez a fejlődés, és 2016 februárjában meg el is vittem már erre az országos speciális diákolimpiára, ahol ezüstérmet meg egy bronzérmet szerzett. Nyertem 50 méter gyorsúfáson egy bronzérmet, és 50 méter mellúfáson egy ezüstérmet. Mik a céljai? Ki szeretnék jutni a paralimpiára, és legalább egy top 3 helyezőt szeretnék elérni. Ez hatalmas dolog, de már az is nagy dolog volt, hogy annyit segített Máténak az úszás, amiről senki még csak nem is álmodott. Megtanult önállóan közlekedni itt a városban is, tehát kénytelen volt jönni edzésekre egyedül. A buszon közlekedni, ugye hát nyilván öltözni, meg az egész uszodai rendszert elfogadni. A család összetartóan, szeretetben, egymást támogatva, ha nehéz körülmények között is, de boldogan éldegélt. László 13 éve buszsofőrként dolgozott, Krisztina a család életét szervezte, ami 5 gyermeknél nem kis munka. Míg nem tavasszal, az édesanyja trombózis miatt ágyba kényszerült, és ezt követően mély depresszióba esett, mert nem tudta a családját ellátni, és ősszel jött a még nagyobb baj. A feleségem november közepén kórházba került, nem is akárhová, sajnos a pszichiátriára, így őszintén megmondva, idegösszeroppanással, ahol több mint egy hónapig volt, és én voltam a gyerekekkel, munkámból kiestem. Emiatt korábbi tervük, hogy nagyobb lakásba költözhessenek, úgy tűnt meghiúsul. Jelenleg egy másfél szobás, fürdőszoba és meleg víz nélküli lakásban élnek. Azonban jött a megoldás. Büki Péter és felesége Beke Erika voltak a báncsalád megmentői. 3 éve élünk innen, Barcelonában. 2 éve van nekünk egy futballbárunk, a futballárium. A Camp Nou-tól 200 méterre vagyunk, és ez a 2 év alatt egyre jobb kapcsolatot alakítunk ki többek között a klubbal is. Az évzárás kapcsán jött egy telefon, hogy gyere be Péter, van neked egy ajándék, és bementem, és egy dedikált Messi mez volt az ajándék. De ez még nem volt minden. Egy újabb világsztár jelent meg a színen. Az Iniesta családdal is üzleti kapcsolatban vagyunk, és az Iniesta sógora jött be hozzánk, mondta, hogy hát ők szeretnének ehhez csatlakozni, hogy ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartják, és hogy ehhez ők úgy gondolják, hogy ezt a magyar családot szeretnék segíteni. És képzeljétek el, hogy pont akkor játszott Dohába Barcelona, és ahogy visszajöttek Dohából, leszállt a gép, lefényképezte a sógora, hogy akkor az Iniesta nekünk küldi a mezt, és ott dedikálja alá, és megkaptunk ugyanolyan mezt. Mivel a jótékonykodás korábban, szombathelyi életük alatt is mindig fontos volt, feleségével Erikával arra jutottak, hogy elárverezik a mezeket, és az összeget felajánlják egy rászoruló helyi családnak.
December 31-ig lehetett licitálni, és a két mez 660 000 forintért kelt el. Péter korábban nem ismerte ezt a családot, most fog találkozni velük először. A szombathelyi jótékonykodás egyik nagykövete, személyes jóbarátja Mák Dorottya segített neki abban, hogy megfelelő családhoz kerülhessen az összeg. A mezekből befolyt összegen kívül Dorottya és édesanyja egy alapítványi számlaszámra is gyűjtöttek még pénzt a családnak, így 806 000 forintot adhatott át a segítő csapat a Bán családnak. A jelen állás szerint a mai napban 806 000 forintot adunk át nektek. Jó, akkor én ezt így átadnám nektek. Parancsoljatok. Köszönjük szépen. Lászlóék meghatódtak a segítő szándékon, és nagyon szerették volna személyesen is megismerni jótevőjüket. Büszkén mutogatták a gyerekek a saját erekegyűjteményüket. Nagyon készültünk, nagyon vártuk a Pétert, vártuk, hogy személyesen megismerhetjük őt, és nagyon izgultunk, tehát nagyon-nagyon lassan ment az idő. De hát eljött az idő, hogy itt van a Péter, és tudtunk vele, hála Isten, találkozni. A gyerekek nem üres kézzel várták Pétert, ajándékokkal kedveskedtek neki és a mezek megvásárlójának. Rajzokat is készítettek, amiken sok mindent megörökítettek. A várakozásnak az emlékeit megpróbálták, a gondolataikat, amik bennük vannak, amit próbálnak átirányítani a Péternek, hogy ez mekkora segítség mi nekünk, hogy ő így ebben tudott nekünk segíteni, hogy egy új otthonba tudjunk költözni. A kapott összegből fedezni tudják azt az alaptőkét, ami egy nagyobb fürdőszobás önkormányzati bérlakáshoz elegendő. Továbbá egy évi tartós élelmiszert tudnak vásárolni az adományból. Péter és felesége pedig újabb jótékonysági akción törik a fejüket.